Az ország nagy részét érintő havazás karácsonykor legutóbb 2002-ben, azaz 20 évvel ezelőtt volt. Fehér karácsonyra idén sincs esély, a napokban ugyanis folytatódik az enyhülés. Délies áramlással a megszokottnál pár fokkal melegebb levegő áramlik a Kárpát-medence térségébe. A karácsony időszakára is ez a szinte már-már kora tavaszra hajazó időjárás lesz a jellemző, és csapadékra jellemzően majd csak a péntek este érkező melegfrontból számíthatunk, akkor ugyanis egy csapadékzóna éri el a Kárpát-medence térségét, ez szombaton délelőtt hagyja el majd a hazánk területét, és onnantól kezdve folyamatosan csökken a csapadék hajlam, ebből a csapadékzónából is jellemzően esőzáporra lesz kilátás. Idén szenteste és karácsonykor tehát inkább tavaszias, felhős idő várható, 5 és 12 fok közötti maximumokkal. Nem tehetünk más, mint elfogadjuk ezt az időjárást, pedig leginkább a hangulatos, havas tájakban gyönyörködne ilyenkor az ember. Nem örülünk neki természetesen, úgy szép a karácsony szerintem, ha van hó. Úgyhogy reméljük valamikor még lesz. Szerintem nem jött az eszemet, tudom, nem volt karácsonykor még hó. Hát sajnálom, hogy ebbe születtünk bele, úgyhogy hát én reménykedtem, de majd jövőre talán. Az az igazság, szerintem nem a hó számít, a szeretet, béke. Az, hogy idén még csak télnek megfelelő idő sem lesz a napokban, hatással van a szervezetünkre. A szokatlanul meleg időjárás főleg a melegfrontra érzékenyeknél okozhat problémát. Többek között szédülés, fejfájás, fáradékonyság jelentkezhet, de akár álmatlanságot is okozhat. Mindemellett pedig a teljesítőképességet is csökkentheti, mind a munkában, mind pedig a járművezetésben. Fokozódhatnak a gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás is gyötrelmeket okozhat. Ha valaki migrénes, nehezebb napokra számíthat, annak elviselésében segíthet a sok pihenés. Nagy a fertőzés veszély is, a megenyhült párás idő kedvez a kórokozók terjedésének.